Nagy érdeklődést váltott ki a hír, hogy a Szent Imre Kórház nem alkalmazza tovább a természetes szülés egyik népszerű hazai szülésznőjét, akiért az anyukák aláírásokat is gyűjtöttek. A szülészetet vezető Sziller István elmondta, nem kirúgták, hanem nem hosszabbították meg a lejárt szerződését, mert szakmai problémák voltak vele. Szerinte a szülésznő munkamódszere nem volt megfelelő, veszélyeztette a magzatokat. Az orvos szerint a kórház baba és családbarát hozzáállása kifejezetten támogatja a természetes szülést. Alternatív szülőszobájukat sok kismama választja. Azokban az esetekben, amikor ez orvosilag megengedhető, a mi szakkifejezésünkkel élve, ezt úgy hívjuk, hogy alacsony kockázatú szülésnek nézünk elébe, bármilyen testhelyzetet, bármilyen körülmény között legyen szó fennjárkálásról, vajudás alatti táplálkozásról, folyadékfogyasztásról, vízben vajudásról, vagy éppen vízben szülésről alkalmasnak tekintünk és támogatjuk is. Ezen kívül ugye az esetek egy részében magasabb kockázat, vagy éppen a vajudás alatt kialakult szövődmény miatt műtétes szülésbefejezésre kényszerülhetünk, így a császármetszés gyakoriságunk azonban alacsony, Magyarországon a legalacsonyabb, 23-24% körül. Azt hiszem, büszkén mondhatom azt, hogy Budapest egyik legnagyobb szülészeti forgalmú intézete vagyunk. A két klinikán kívül, két egyetemi intézeten kívül a legnagyobb kórházban lebonyolított szülészszám a Szent Imre Kórházhoz kötődik. Ebben nem csak annak van szerepe, hogy a területünk viszonylag nagy, nagyon sokan jönnek a szűkebben vett ellátási területünkön kívülről is. Ezen kívül nagyon kellemesek a körülmények, tehát megszületés után az épületben a hotel körülmények is a budapesti átlaghoz képest is kifejezetten jónak mondható. Útbán Márta helyettes osztályvezető szerint igaztalanak és nemtelenek a szülésznő vágyai, aki az osztály munkáját negatív színben tüntette fel. Szerinte a lejáratás helyett a magas szakmai tudásra kellett volna törekednie. Minket szakmai szempontok kellenek, hogy vezessenek. Nyilván az a célunk és az a feladatunk, hogy a mai társadalom elvárásainak, aminek nagyon-nagyon nehéz megfelelni a szülészetben, megfeleljünk. Ez pedig egyértelműen a teljes hibátlan, mindenkori hibátlan munka, és az eredménye egy boldog család, amiben beletartozik egy egészséges kismama, és még egészségesebb újszülöttje. Én azt hiszem, hogyha mindenki csak ezzel a gondolattal dolgozna minden nap, akkor semmiféle viszály nem lenne. Én nem hiszem, hogy ennek jelentősége van indulatokat vinni ebbe az egészbe, mert a történet nem erről szól. Minden asszonynak joga van megválasztani azt a lehetőséget, hogy valóban hogy szeretné a szülését, és azt hiszem, hogy ez az osztály igenis struktúrájában, hozzáértésében és vezetésében alkalmas erre.